Na sziasztok, én Blaze vagyok, és újra itt vagyunk a Let's Play sorozatunkban, és innen folytatjuk, ahol abba hagytuk. A látótávolságot visszaveszem egy... Ja, no, vissza van véve. Jó, azt hittem, hogy nincs, mert akkor általában akadozni szokott, de ugye felvételtől, meg ugye itt vannak a bányák is emiatt. Na, akkor folytassuk a Mineshaft-nak a felfedezését, szépen felkezgassunk ki minden járatot, gyűjtögessünk minden. Na, itt biztos vagyok benne, hogy lesz még valami, mivel... hogy az gravel szokta elállni az utat a mineshaftokban, és hogyha kiássuk magunkat belőlük, akkor szokott lenni még folytatása is, amit én most meg is fogok keresni. És jól látom, mivel itt van pókháló is, vagyis igen, itt van folytatás, de úgy látom, hogy nem túl sok, de igen. Jó, akkor itt is leteszünk egy fákját, és szépen kiszedjük a vasat. Jó, szépen. Remélem, hogy ebben a részben már találunk gyémántot is, mert már szerintem elég mélyen vagyunk ahhoz, és még időm is van, mivel ma kettő részt tervezek, ma szombat van, ma kettő részt is tervezek fölrakni, mert most nagyon megjött a kedvem a felvételhez, viszont tegnap meg azért nem raktam föl, tegnap, vagyis pénteken, mert nem volt rá időm, de most szerencsére itt a hétvége, úgyhogy sok időm van. Holnap is, tehát vasárnap fogok felrakni még két részt talán, nem tudom. Hát mindegy, az a lényeg, most nem lesz videóhiány egy darabig, abban biztos vagyok. Ha meg igen, akkor meg be fogom jelenteni, szólni fogok, nem lesz ilyen, hogy szó nélkül csak simán 2-3 hétig nem lesz videó. Hanem szólni fogok, de egyébként lesz videó, szóval nem kell videóhiány miatt aggódni, amint már mondtam. Milyen sok szén van itt, ennek örülök igazából, mert lesz mivel kisütni a vasat, meg az ilyen jó dolgokat. Oké, és... ott a hold, de vicces. Csak nagy eltévedjek, közben azért figyelek is, miközben beszélek, mert ugye ilyenkor könnyebb eltévedni, miközben máshova is figyelek. És ugye beszélek, és ugye erre is kell figyelnem. Ó, még több sín. Viszont most már kiszedem csákennyel, mert ezt a kőcsákennyt úgyis... nem, igazából ugyanolyan gyors kézzel is. Igen. Jó, az új gépes Minecraftban, az új update-ekben már... csákánnyal gyorsabban ki lehet szedni, és ezért feltételeztem azt, hogy én is ki tudom csákánnyal gyorsabban szedni, de akkor nem szóltak mindegy. Jó, még ezt az egyet, kész, oké. Lelátogatok, ott is van még egy lejjebb iszint, aha, ott van sim. Akkor lejövök ide is, és megnézem, hogy hát, ha van lent gyémánt, ó, még több szín. Hát, ha van lent gyémánt, mert azon a szinten már... általában található, tehát így már tényleg elég mélyen leszek egy kanyon aljának az aljában. Mi volt ez a megakadás egy pár másodperc ezelőtt? Na mindegy, biztos FPS drop volt, na mindegy. Nagyon sok ez a szén. Nem tudom, miért van ilyen sok szén, és miért van ilyen kevés gyémánt. Pedig gyémántból jó lenne a több. Mert ugye az igazából a szén is sokkal jobban hasznos, vagy szén is hasznosítható, de a gyémántból azért felszerelést, meg kardot, mindenféle jobb dolgot lehet készíteni. De a vas is jó igazából, tehát az is jó, ha már azt találnánk, de csak szenet, hát azért az nem jó biznisz. Szerintem legalábbis. Úgyhogy, ott már, ja, de azt már az előbb is láttam azt a vasat, úgyhogy csak igazából nem reagáltam rá semmit. Van cobblestone, persze, hogy van. Mi nem kell most igazából, a bolt az biztos, hogy nem kell, mivel hát van itt fa, de most nem kell fát vágnom, mivel ha bár nem soká kelleni fog, mert majd szeretnék csinálni fákját, de most még nincs itt az ideje. Oké. Vajon két az csekányú? Nincs. Akkor csak bugos a játék. Egyébként érdekes, viszont sajnos ugyanígy használódik, tehát ezt a bugot nem nagyon lehet kihasználni. Pedig jó lenne. Ó, ez még ennél is mélyebbre megy, nem semmi. Jó, hát akkor mi is mélyebbre megyünk. Megyünk a természet szintjével egyre lejjebb. Viszont azt vettem észre, hogy nagyon kevés szörny van. Aminek igazából nem mondom, hogy nem örülök, de azért jó lenne némi izgalom. Mármint, hogy tényleg nagyon jó ez a Mineshaft, hogy itt találtam, meg ez a egyre mélyebbre menő járat, de akkor is valahogy izgalmas lenne harcolni is. Mert az előző részben is ugye csak egy pár zombi, meg egy pók volt, azt hiszem. És nem annyira izgalmas így a játék. Ha bár, ha ti élvezitek, akkor nincs semmi gond. De hát, hogyha meg nem, akkor az meg gond, mivel hogy nektek csinálom a videót. Ugye ezt már említettem. És nem az a lényeg, hogy én jól érezzem magam, vagy úgy mondom, hogy inkább az másodlagos. Mert ugye én nem nézem a saját videóimat, az elég vicces lenne, hogyha a saját videómat nézném. Tudjátok, így felmegyek a csatornámra, elkezdem nézni a videómat, és akkor nyomogatom az F5-öt, hogy minél több megtekintésem legyen. De hogy is nem szoktam ilyet csinálni.
Nagyon sok szén van. Egyébként azt tudtátok, hogy a szenet, hogyha jó erősen összemorzsoljuk, akkor gyémánt lesz belőle? Akkor miért nem lehet ebből is gyémántot csinálni? Habár nem tudom, azt hiszem feed the beast-be lehet talán. Vagy olyan mod nincs, nem tudom. Nem ismerem annyira a feed the beast-et. Tehát nem is nagyon játszok vele, mivel nagyon sok... Upa. Mivel, hogy ez egy nagyon nagy modpack, nagyon sok moddal, és azért nem viszi túlságosan jól a gépem, csak ilyen 30-35 FPS-se. Ami igazából nem akadozik annyira, de nem stabil. Tehát egyáltalán nem stabil. Ami viszont nagyon rossz. Itt se találtunk semmit, nem hiszem el. És a víz meg bagos, látjátok? Vicces, ha semmibe folyik. Akkor följebb megyek, és innen kiszedtem a vasat. Én még nem teljesen. Átugrok. Ah, hülye pókháló. Vagyis, hogy azt próbáltam kikerülni, nem akadtam bele. Csak próbáltam kikerülni. Hát mindegyikor szétítom ezt, mert tök mindegy, fölösleges, hogy itt legyen. És még az utamat is elállja, meg bajt is okozhassam. Hát jó, akkor kiszedjük a sínt, ha itt nincs semmi érdekfeszítő dolog. Reméljük, hogy találunk majd valamit. Gondolok itt például gyémántra, vagy vasra. Vagy végül is az arany meg a redstone is jó lenne, mert azokból is lehet jó kis cuccokat csinálni. Milyen jó kis... Ja igen, ez még a mineshaftnak a része. Azért ilyen lépcsőzetesen jó. Tehát, hogy értitek. Ilyen látszik, hogy mesterséges. És itt van egy kanyar is, úgyhogy mehetek is tovább befele. Csak előbb még ugye kiszedem. Oké. Na. Talán itt visszajutunk a kis rejtek. Vissza, hát a kis rejtek helyünkre visszajutunk. Milyen jó már. Na, vészesen kevés az életem, aminek viszont nagyon nem örülök. Tehát lassan kéne szerezni kaját, hogy hírelni tudjam magamat, mert ez így biztos vagyok benne, hogy nem lesz jó. Akármi lelő, most már nagyjából két lövés és meg is haltam. Nem szeretnék meghalni, és ott jön egy pók. Gyere! Gyere, nem bántalak, csak meghalsz. Meg kell, hogy haj. Itt van a véged. Megjósoltam, én vagyok Mariska, a jósnő. Gyere! Jó, ügyes vagy, szép volt, okos. Oké, és akkor szépen ide le is merészkedek, és kutatok egy kis gyémánt után. Vagy végül is tök mindegy, akármilyen nyersanyag megteszi, csak legyen valami, csak ne szén! Az már túl sok. Elégem van már a szénből. Na jó, azért nem, de ez tényleg, ezért már nagy, azért ez már tényleg nagyon nagy mennyiség. Most nézem közben, hogy itt a falakban is van vas meg szén, természetesen, mi más. Azon gondolkozom, ezt a szenet már kiseszedem, hát most van nálam már 57 plusz még a chestembe egy csomó. Ez így már tényleg nagyon sok lesz. Á, nem fogok itt szórakozni, hanem körbe megyek, itt föl, és akkor a másik oldalon meg leugrok. Mert úgy sokkal gyorsabb, ugye? De viszont itt meg lejjebb kell ásnom ahhoz, hogy el tudjak férni, de ez itt csak ennyi, oké. Akkor megyek is ki, és most jól beástam magam egy csapdába. Nagyon ügyes vagyok. De megoldottam. Szóval tényleg ügyes vagyok. Addig viszont berakom sülni a vasakat, és akkor majd miért csinálok, vagy miért lesz rá lehetőségem, csinálok is egy felszerelést, ez viszont túl sok szén volt, na mindegy. Csinálok is majd felszerelést, gondolok itt egy szetre, egy full vas szetre, meg még ami kijön belőle. Egyébként azért ilyen furcsa a textúrám, mert ilyen kis fateful darabkákat beraktam a játékba, ami jobban tetszett, mert ugye a texture pack kicsit bugos még. Tehát tehát lávaesés. Ez jól néz. Jaj, de hülye vagyok, hát innen jött a... Jaj, de megijedtem most hirtelen. Gyere, nem bántalak, csak megöllek. Gyere, te is gyere. Gyere, tesa, jaj, te lősz, te nem vagy jó. Ne üss meg, oké, köszi. Oké, te is meghaltál. Mindenki meghalt. Ha, én nyertem. Na szóval, ott tartottam, hogy innen jött. Ez volt a bejárat, ahonnan letaláltam ide a mineshaftba, és itt van egy csomó vas, aminek örülök, de tényleg. És elfogyott a fákjám, akkor nem tudok kraftolni, mert nincs nálam fa se, tehát még botot se tudok kraftolni. De szerintem inkább visszamegyek és kraftolok. Csak előbb kiszedem a szeneket, és akkor majd csinálhatok mindenből vasat. Tehát itt már tényleg annyi szén van, hogy ebből bőven meg fogok élni, és nyitok egy pálinkagyárat. Dehogyis. Tehát ez már elég lesz egy szetre. Biztos vagyok benne. De hová tűnt a többi? Ja, itt voltak előbb. Jó van. Igen, kicsit furcsa volt ez, hogy hová tűntek. Biztos elsétáltak maguktól, és meghaltak.
ők is belesétáltak a lávába. Oké. Itt már nem volt, ugye? Ó, ott egy följáró viszont. Oda viszont benézek. És miért mondom ennyiszer, hogy viszont? Kell egy kis kábuszton gyűjtenem ahhoz, hogy fel tudjak menni oda. Mert nincs elég, hogy lépcsőt tudjak építeni. És én inkább építek egy lépcsőt, hogy legyen menekülő utam. Mert ha nem lesz, akkor könnyen meghalhatok. De még itt mégis van vas. 3 darab. 4. Senki többet 4 egyszer. Vagy 5 egyszer. Oké. Nem volt vicces, mi? Nem hát. Jó. Ide szépen, ide, ide. És nagyjából fog, nem számolom ki, inkább lerakom így. Jó. Ne, jaj de jó, találtam egy újabb mineshaft járatot, vagy egy picibánya járatot, és van egy kanyar is, viszont ott vége, úgy láttam. Jaj, túl rövid volt. Gyémánt sehol? Sehol. Fenébe. Pedig olyan jó lenne már gyémántot találni. Jó tenne a lelkemnek. De viszont szerintem ez a rész elég lesz, elég is lesz így, mert aztán még le is kell renderelni, meg felrakni. És akkor még ma szerintem felrakom a következő részt is, csak előbb visszaballagok az én kis rejtek helyemre, ami nagyon biztonságtalan. És kisültek a vasak, a többit berakom, és ennyi volt. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, remélem, hogy tetszett, hogyha így volt, nyomjatok rá egy lájkot. Én Blazer voltam, és ma még jelentkezek. Sziasztok!